Sziasztok! Mielőtt belekezdünk az adalektikus bakterihold elemzésébe, vannak hirdetni valói, meg hát szinkronizitás van ismét, gyakorlom a tűrelemet. Nagyon érdekes, mert ez minden évben így van, hogy a különböző csoportokban, akik már januárban jelentkeznek, azok tuti, hogy nem jönnek el. Most betelt a csoport, és akkor írtam egy kör e-mailt mindenkinek, és megkértem a jelentkezőket arra, hogy most igazolják vissza, hogy akkor tényleg akarnak eljönni, vagy sem. Mert nyilván, hogyha ha nem jönnek, akkor marad hely. Tehát itt örömmel mondom, hogy már is felszabadult két hely, úgyhogy aki még szeretne jelentkezni, most tud jelentkezni, és tulajdonképpen az összes képzésünkre van még hely. Július közepe van, tehát még most mentek nyaralni, még biztos gondolkoztok rajta. Én mindig elmondom, hogy amennyi hely van, annyit tudok fölvenni, nyilvánvalóan a lámpa fogasa nem tudok akasztani valakit, hogy onnan hallgassa a dolgokat. Ha pedig külföldön vagy vidéken élsz, akkor lehetsz virtuális csoporttag, csak a karmasztrógián, tehát a másik két képzést nem lehet elvégezni virtuálisan, és nem online, semmilyen képzésünk nem online, mert abszolút abban hiszünk, hogy az emberek közötti interakció amennyire csak lehetséges legyen meg. És mi pont erre fogunk törekedni, legalábbis igyekszünk erre törekedni. Tehát az érdekesség az az, hogy igen, ahogy mondtam, a tűrelemet gyakorlom, ugyanis most az analetikussággal is van egy kis érdekesség. Minden videómban elmondom, hogy mit jelent az analetikus. Minden videómban elmondom, hogy ez a bolygókra vonatkozik. A tengelyekre azért nem, mert ott sokkal inkább addig vár az illető, ameddig az a tengely energia kell még neki, az utolsó pillanatig vár, és ott nincs megakadás. Tehát a tengelyek azok erre az életre szólnak, már pedig az analitikusság az azt jelenti, hogy valami megakadt, valami a fejlődésében megakadt. És nem jövünk úgy, hogy ebből eleve a tengelyeink is a fejlődésben megakadtak lettek, hanem egyszerűen az történik, hogy várok addig az utolsó lehetséges pillanatig, ameddig még az a mintázat áll a rendelkezésemre, és akkor úgy jövök, és akkor ez pont egy ilyen, nagyon is ezt akarom, nagyon, tehát inkább úgy fejtsétek, vagy úgy értelmezzétek, hogyha mondjuk egy, mit tudom, egy halak legvégén lévő MC-tek van, hogy igen, nekem nagyon fontos, hogy a jövő hivatás életcél karrier témakörében ott legyen egy ilyen befogadás, egy ilyen tisztán látó energia, egyfajta ilyen mindent elfogadok, befogadok. Tehát a halaknak a mintázata. Ezzel akarom csinálni az élet céljaimat. Tehát ez így néz ki, remélem, hogy ez így érthető. Iszonyú meleg van, és nem tudom, mit csinálok, na mindegy. Tényleg remélem, hogy most már nem sokára eső lesz. De hát nézzük meg ezt az analitikus teliholdat, és ugye emlékeztek rá, hogy az előző teliholdunk is bakban volt még hozzá, tulajdonképpen egy nappal, vagy másfél nappal, a nyári napforduló után, tehát ez meg nagyon a jegyek legelején van, és általában ez szokott történni, hogy amikor két teliholdad van ugyanabban a jegyben, akkor az egyik a jegyek legelején, a másik pedig a jegyek legvégén pontosodik be. Most itt láthatod a bakrák tengelyt, és ahogy a téridő hát működik, hát igen, abszolút pont erre van most éppen szükségünk. Rögtön mutatom, hogy hol van ez a cucc, amit kialakítottam nektek, tehát július 21-én 29 és fél nappal az előzőhöz képest van, majdnem 30 nappal egyébként, van egy 12 óra 17 perckor egy bakteri holdunk, nem fogod látni Budapestről, ezt valahonnan majd csak a föld túlsó oldaláról lehet igazából látni, hiszen a hold az lent van, ugye, az éjszakai égbolton, hiszen ez majdnem ugye kicsit később, mint dél, itt lehet látni a napot. Tehát nagyon érdekes, a nyári időszámítás miatt ez a nap még bőven emelkedik. Tehát sajnos nyáron 11 órakor van igazából dél. Tehát 11 órás idő, fordítva, bocsánat, tehát ha 12-t üt az óra, az még csak 11 óra csillagászat szerint. Na nézzük meg, hogy mi történik ebben a képedben. Mérleg asztennes van, tehát egy lassú felkelőnk van, és ugye az lett a címe ennek a dolog, hogy analitikus bakteri volt a Plutón, hiszen nézzétek meg, a Plutó most már hátrál, ugye a vízöntőben, a hold pedig ugye tulajdonképpen együtt áll a Plutóval, és közeledő, duplán közeledő együttállásban, hiszen a Plutó hátrál, a hold pedig csak előre tud menni, tehát két órán belül, másfél-két órán belül ez a hold a Plutóval teljes egészében egyesül, de így is együtt állnak, az együttállásnak van egy ilyen változata, hogy az egyik bolygó a jegy legvégén van, a másik bolygó a jegy legelején, és tulajdonképpen az nem azonos közegben, de mégis együtt állnak. Ezt Ivánszkiné Horváth Ági barátnőm, asztrológus társam úgy mesélte el, vagy úgy meséli el általában, ha ő tanít,
hogy képzeljünk el egy strandot, ahol az egyiknek már elege van a vízből, és éppen ezért lekuporodik a medence szélére, a másik pedig bent ül a medencében, mert neki meg mindig hiányzik a víz, és így beszélgetnek egymással. Két különböző közegben mégis együtt vannak. És itt most ugye egy föld és egy levegő közeg kerül egymás mellé, a föld a józan praktikus érzékszervek által közvetített világ, a levegő pedig az értelem, a kommunikáció és minden, ami a fejünkben teremtődik meg. Láthatjátok, hogy a Chiron-Eris konjunkciónk nagyon pontos, de még mindig nem tűpontos, és a Mars pedig együtt áll a Szednával, ugye a szétdaraboldás általi teremtés kentaurjával. Pár nappal ezelőtti videóban volt Mars-Uranusz együttársunk, ez volt a szabad akarat, ugye le is lőtték Trumpot, remek, és hát túl is ölte. És tényleg Isten is oda, tehát hogyha milliméterekkel fordítja el a fejét, akkor nem a fülét lövik el, hanem az arcát, a szemét vagy az agyába fúródik a golyó. És egészen megdöbbentő volt az a gyűlölet cunami. Tehát tényleg ezek a nem is tudok mit mondani, tehát kinek jut az eszébe azonnal ez? Nem tudom, tehát ha végignézem az életemet, a legnagyobb haragosaimnak se kívántam a halálát, vagy nem kívántam azt, tehát nem értem az embereket, tehát tényleg nem értem. Szabad valakit utálni, persze, de a halálát kívánni, könyörgöm, és egy fotából. Mert az a 20 éves srác, ez legalább vállalta a felelősséget, fölmászott a hotyáknak a tetejére, valamilyen épület tetejére, és az életével fizetett azért, hogy megpróbált valamit. És tényleg isteni csoda, hogy Trump megmaradt, ezt ennek nagyon-nagyon sokan nem örül, tényleg nagyon sokan nem örülnek, de ettől függetlenül én azt gondolom, hogy a szabad világ, tehát azok az emberek, akik abban hisznek, hogy Amerikát talán visszaállítható, ettől a bók tartól, már bocsánat, talán az ő elnökségével ezt meg is kapja. Ez nagyon érdekes egyébként, mert ugye nagyon sok elemző azt mondta, hogy ezzel ő meg is nyerte a háborút. Hát majd meglátjuk. No, minden esetre, ami még érdekes a kétedben, az egy közeledő Vénusz-Veszta konjunkció. A Veszta a fókuszáló képesség, a Vénusz az oroszlánban büszke, kreatív, játékos, szerelem vagy pénzteremtő képesség. Erre tudsz ráfókuszálni most. A Mars szedda, bocsánat, azt nem meséltem el, az pedig ugye az akaraterő és a szétdarabolódás általi teremtés együttese. Tehát most akarattal újra teremtheted az életedet, pedig ugye a teli holdak nem a teremtésről szólnak, hanem a beérkezésről, a születről, a befejezésről. És akkor van még egy Astrea Transpluto együttes, Transpluto a csatornázás, dimenzióugrás, Astrea pedig a sorsváltoztatás, karmatörés. Ezek a konjunkciók nagyon érdekesek, de természetesen ugye lehet itt látni mindenféle alakzatokat is. Tele vagyok mozdonyokkal már megint, de nem a mozdonyokról fogok nektek először beszélni, hanem arról, hogy van egy analitikus és részben diszociális klasszikus trapézunk, a diszociálitást a Neptunusz adja, és azáltal, hogy még a halakban hátrál, a Mars Sedna pedig már az ikrekben van, ezáltal gyakorlatilag egy olyan szextil jön létre, tehát a színpad teteje az egy olyan szextil, ami igazából kvadrát energiákat kapcsol össze, hiszen az ikrek és a halak azok egy változó kvadrát energiát hoznak létre. A talapzat maga ugye a naphold opozíció, tehát a teli hold, és ide írtam nektek a fokokat, tehát nagyon szépen tudjátok követni a dolgokat. Tulajdonképpen minden diszociális benne, hogyha megnézitek, hiszen a nap és a hold az még a bak legvégén van, ami azt jelenti, hogy a Plutó, a Neptunusszal való szextilje, az tulajdonképpen egy szemiszextil, a hold-Neptunusz szextil az megmarad, tehát az teljesen az egy levegővíz szextil, az gyönyörű. A nap viszont még a rák végén van, és éppen ezért a Mars Sedna szextil a naphoz, az igazából megint csak egy szemiszextil energia. Tehát azért írtam ide föl, mert abszolút tudjátok akkor követni, hogy hogyan is néz ez ki. A két belső trigonunk is érdekes, ugye ki a belvilága a klasszikus trapéznak mindig trigon, tehát mindig áldás, ugyanis a hold Mars, illetve hold Sedna trigon az kvinkunksz energia, a Plutó Mars, Plutó Sedna az trigon energia, ugye egy levegős trigon, a nap Neptunusz trigon az viszont teljesen tisztán valóban egy ugye analitikus minőséggel valódi víztrigon. Tehát így néz ki, és mondom, ha megnézitek az állásokat, ezek baromiszoros állások, tényleg gyakorlatilag a maximális orvisz az ugye két fok, de hát az fényadóknál bőven elfogadjuk a szextilnél is. A szextilnek ugye 3 fok az orvisza. Oké, itt láthatjuk a transzcendens égi testeket ennél a teliholdnál, és akkor még egyszer, mi is ez a telihold, mi is ez a megtorpanás.
Tehát általában, hogyha a születési képletben lát valamilyen analitikus állást, az annyit jelent, hogy az illető nem tudta túlhaladni azt az archetipus, megtorpant annak az archetipusnak a működtetésében. És a holcsomópontok pedig nulla fokon analitikusak, hiszen azok hátrálnak, és akkor vagy a karmikus feladatodat, vagy a sors feladatodat nem tudtad beteljesíteni. A tengelyek pedig még egyszer mondom, nem lehetnek analitikusak. Igen, 29 fokon lehetnek természetesen, de nem analitikusként, hanem egy nagyon erőteljes állásként értelmezzük őket, amikor a szülőtnek még erre az energia mintázatra volt szüksége, és az utolsó pillanatig várt valamiért, ott azt érdemes megnézni, hogy miért várt. Tehát mi volt az az oka, ami miatt várt. Jó, nézzük meg a transzcendens égitesteket. A napon ott van Apophis, tehát az újszövetség. Diasztoráshoz. Nagyon meleg van, és nagyon fáradt vagyok. És már várom azt, hogy lemegyek a Balatonra, de még vannak dolgaim, úgyhogy még nem tudom megcsinálni. És aztán azt várom, hogy az unokáimmal nyaraljak, mert az lesz az igazi fénypontja ennek a nyárnak. És addig még rengeteg munkám van. Minden esetre az Apophis a napot elnyelő kígyó. Tehát milyen érdekes, hogy ez a teli hold nem fogyatkozásos teli hold, és mégis ugye ott van egy elnyelő minőség, most a napot nyeli el, ugye a fogyatkozásnál, a holdfogyatkozásnál a hold van elnyelve, itt viszont ugye a káosznak a kígyója ez. Tehát, hogy megjelenik azért a kaotikus folyamatok, az analitikus dolgoknál ott vannak a kaotikus folyamatok. A holdon ott van harmónia és kasztandra, a tisztánlátó képesség, amit nem tudunk használni valamiért, mert nem látunk tisztán, a harmónia pedig a harmónia teremtés. És ugye Plátó van a Plutón, Plutó-Plátó, nagyon érdekes ez is. Plátó ugye, aki hát tulajdonképpen Platón, tehát a filozófor filozófusa. A Neptunuszon változatlanul csak a Seát van, ugye a Pegazus bétája, ami az öngyilkosok egyik gyógyulóhelye, és a Mars Szerdán pedig ott vannak a Plejádok, az istennő lakhelye, a világteremtő istennőnek az energiáját lehet lecsatornázni most a következő egy-két évben mindenképpen, mert a Szerna ott lesz, és újra tudjuk teremteni a világunkat. És nagyon-nagyon remélem, hogy mire a Saturnus-Neptunus konjunkció átkerül a kosba, akkor az az új világrend, ami születik, az eltakarítja ezt a woke őrületet, meg ezt a sötét-zöld gender egyéb őrületet, és vissza tudunk térni a normalitásra. Mert ez a lényeg, ez lenne a lényeg, hogy visszataláljunk egy olyan korszakba, amikor vissza tudunk menni a normalitás szabályaihoz. És akkor nem természetet védenénk, hanem teremtést védenénk. Mert erről van szó. Tehát ezt kellene csinálnunk gyakorlatilag. Oké, ha kicsit tágítjuk az orbit, és azt mondjuk, hogy téridő pillanat szimbolikusan tágítható, én nem szeretem, ezt nagyon jól tudjátok, csak azért izgalmas a dolog, látjátok, a transzfutót ide se raktam, mert az túl van 3 fokon, tehát hogyha azt mondom, hogy 2,5 fokig még elmegyek, akkor a fekete holdidit is bekerül, meg az asztrea is, most nem írtam oda a fokokat, de higgyetek nekem, és akkor megint létrejön egy olyan, tulajdonképpen egy olyan komplex fényszög kép, ami az angol képletben még érdekesebb, mert ott mérleg 2 fokon van az asztendens, és éppen ezért a fekete holdidit rákerült az asztendensre, és még élénkebbek a fényszögek, ott van egy keresztkvadrát is a tengelyektől. Itt pedig azt látod, hogy van egy gyönyörű levegő átfutó trigonunk, ami egy picit ugyan tág az élénzésemnek, és a hold az egy picit kívül is kerül bele, és ugye tulajdonképpen megvilágítja, és sárkánnyá alakítja a Neptunusz, ami ezáltal ugye diszociális lesz. Tehát itt a levegő. De megvan a levegő átfutó trigon, tehát az abszolút ott van, a fekete holdidit, bátor, becsületes, tisztességes helytállás, a Mars, Szedna és a Plutó által, a hold pedig mindezt bevilágítja, megvilágítja, illuminálja. És van egy változó levegő mozdonyunk is, de mondom, a képletben rengeteg mozdony van, tehát nyugodtan bogaráztatok, és ez a változó levegő mozdony, ez ugye áll a Mars Szednából, a Plutóból, amit a hold megvilágít, és az Asztreából. És már ide külön nem írtam ki, a már ugye itt szerepeltek a transzcendens égitestek, tehát itt megnézheted még egyszer, de kiegészítettem azt a kettőt, ami az asztreához, illetve a Lilithhez formálódik. Az asztreán ott van Érosz, a fizikai vágy, ami ott van a teremtés pillanatában, tehát akkor tudunk, minden a vágyal kezdődik, akkor tudunk teremteni, ha vágyunk valamire. És a fekete hold Lilithen pedig ott van Zéro, az meg a semminek az elfogadása, és vagy a semmiből élés képessége. Hát majd meglátjuk, hogy semmit fogunk-e csinálni, tehát teremtünk-e semmit, vagy pedig a semmiből fogunk élni. Van ugyanakkor egy olyan fix T-kvadrátunk, ami egy sors újjával kapcsolódik egyben, nem igazán záródik a dolog, mert ugye a szemiszextilnek az orbisza 1,5 fok, és igazából a Merkur az inkább a 26 fokon van, tehát az orbisz határ külső peremén, a Júdó pedig inkább
24 fokon az orbit határ belső peremén, tehát itt ez a szemiszextil nem jön létre, de azért ez egy szépen összekapcsolt dolog, amit tulajdonképpen, ha megnéztek, akkor a Chiron Eris kapcsol igazából egybe, ott hát meg az Uranus is, tehát ott zárulnak a dolgok. Na nézzük meg, hogy mi is van itt. Először is van egy fix T-kvadrátunk, aminek az apexén pont a Merkur van, ami a leggyorsabban fog ebből kimenni. Tehát van egy Uranus-Merkur kvadrátunk, ugye, és egy Uranus-Lilith opozíciónk. Az Uranus-Lilith opozíció ott van most már napok óta, és nem megy sehova. Tehát ütközik ugye a változtató képesség és a kaotikus folyamatok a bátor becsületes lázadással, amikor az igazságtalanság ellen lázadok föl. És mindeneknek az apexében ott van a Merkur, a kommunikáció bolygója, de nagyon érdekes ez a kvadrát, ugyanis a Merkur a normál hétköznapi kommunikáció, az Uranus a lecsatornázom az információt, vagy a bevillanásszerű megvilágosodás, és tulajdonképpen ez ütközik most. Tehát arra figyeljetek oda nagyon, hogy mik a megérzéseitek, és ehhez képest mit hallotok, mert nem lesz ugye a kettő szinkronban, nagyon nem lesz szinkronban. És van egy szép sors újja fényszögünk is, ugye itt a sorsúlya, tehát ez, de trapéz az nem jön létre a dobogó, mert ugye nincs ez a, ez egy olyan három, vagy egy négy lábú szék, aminek az egyik lába hiányzik, és igazából billeg, de a sorsúlya az létrejön, még pedig a Juno Lilith van ugye a szextil részén, ez az, ami adja az oldást. Na most két nagyon ellenkező archetípusról van szó, mert Juno ugye az elkötelezett házasság, az elkötelezett társ, szerződéskötések is, Lilith meg a lázadás. Remek. És ráadásul ugye az Eris Chiron, a karmikus sebek, a drasztikusan megváltozott külső körülmények miatti karmikus sebek vannak az Apexnél. Tehát azt köti össze ezt a két dolgot. Nézzük meg nagyon röviden a transzcendens égi testeket is. Merkuron ott van Métisz, ugye a bölcsesség istennője, vagy hát titánnője. Ha azt halljátok, hogy titán vagy titánnő, akkor mindig arra gondoljatok, hogy ez az Zeus megelőző korszak istenei. Tehát a titánok ugye Zeus előtt uralkodnak, és aztán a titánokat győzi le Zeus, és megnyitja az ezüst kort tulajdonképpen. Tehát Métisz, a bölcsesség istennője, nem mellesleg Pallas Athénének az édesanyja, csak nem a szülőanyja, mert ugye egyszer így játékosan azt mondja neki Zeus, hogy biztos, hogy nem tudod magad egy légyé alakítani, hát persze ezt kell, csak Métisznek természetesen légyé alakul, Zeusnak bekapja, és így születik aztán meg a fejéből, ugye Pallas Athéné, mert Métisz akkor már várandós Pallas Athénével, csak ezt ugye senki nem tudja. Uranus pedig, az Uranuson pedig ott van két gyönyörű kentaurunk, ugye Lempó és Alicantó, rengeteget beszéltem hozzá, vagy róla, Lempó ugye ez a bizonyos előző korszak démonizált istensége, Alicantó pedig az a madár, aki ugye nemes fémeket zabál, és hogyha túlzabálja magát, akkor lesüllyed, és nem tudja az eredeti funkcióját elvégezni, ami ugye a repülés, és ez a túlzott mohóság. Tehát mi a kevés, mi az elegendő kérdésköre, az algol pedig, hát egy egész film van erről, hogy mi is az Uranus algol együttállás, nézzétek meg, egy hete raktam ki. Uranus Mars konjunkció az algolon, ez a címe. Oké, majd lehet, hogy berakom, nem tudom a leírásba, de nem biztos, hogy lesz hozzá időm, erőm, mindegy. Az Eris-en ott van négy nagyon érdekes archetípus, egyébként ott voltak már egy hete is, vagy nem is egy hete, de is pár napra. Paracelsus ugye a polihisztor, Ginever a feleség, Valhalla az istenek csarnok, ahol gyűlünk és megbeszéljük a dolgaikat, Pompeia pedig ugye a teljes pusztulás, amikor ugye valami katasztrófa eltünteti a föld színéről Pompeit. A Lilithen pedig ott van Hidalgo, ezt most nem liluláztam be, de teljesen mindegy, ugye a mexikói polgárháború hőse, és Deukalion, ami egy nagyon fontos kentaur, ugyanis Deukalion a túlélés, a kiválasztottság és a túlélés kentaurja, tehát amikor én élem túl egyedül, mert engem választottak ki, hát ez történt, nézzétek meg, tehát tényleg, mint hogyha a gondviselés is akarná, hogy igenis, folytassa Trump azt, amit elkezdett, és tudom, hogy nagyon sok olyan amerikai barátom van, aki gyűlöli Trumpot, de ettől függetlenül itt a gondviselés valamiért őt élni rendelte. És akkor még egy sorsúlya van, nagyon érdekesen, ezt a Jupiter, a Vénusz Veszta és a Szerez hozza létre, az Apexen a Szerez van, ami a bakban ugye a lehorgonyzott gondoskodás, vagy a szigorú gondoskodás, a gondoskodó elv. Jupiter mindenből sokat ad, tehát van egy Jupiter-Vénusz szextilünk is, ami tök jó. A kis és nagy szerencse találkozik egy szextilben, és a Vesta, a fókuszáló képesség, még ráadásul azt mondja, hogy fókuszálj rá a szerencsére, a családodra, és oldd meg a problematikákat,
ahogy csak tudod. A Vénuszon ott van ráadásul Hüge, vagy hogy hívják, Hungária, a Jupiteren Pán, a szerezem meg Elektra, ugye Elektra a királylány, aki a herceglány, aki ráveszi az öcsét, hogy ölje meg az anyját, mert ő maga nem akarja elvégezni a piszkos munkát. Ugye a Hungáriát nem kell elmagyaráznom, elképesztő az a harc, ami folyik ellenünk, tehát annyira szánalmas, tehát tényleg, mintha 2 éves gyerekek a homokozóban veszekednének egy lapátért. Nem adom oda, nem megyek oda, nem fogok, nem hívnak meg ahogy hívják odra, a zsúromra, ha így beszél, nem fogok felváltozni, nem adom oda a lapátot, menjetek már Frúnyival, az lenne a dolgotok, hogy párbeszédet folytassatok, és ne szóljatok be egy szuverén országnak a dolgaiba, egyszerűen, ez ennyit a vajonketrecről, amit Európai Parlamentnek hívnak, és mindezt a Jupiter felnagyítja, tehát azért van ez az őrület, és ez az abszolút hihetetlen visítás. És akkor ennyi, ez tehát a teliholdnak az energiamintája, még egyszer, analitikus a telihold megakadt, de ez már a második, ugye ebben a mostani időszakban. 13 új hold és 13 teli hold van évente, tehát valamelyik mindig kétszer van, az, amelyik nagyon egy legvégén van, az a következő évben, vagy fordítva egy legelején, az a következő hónapban a jegy legvégén lesz, és így ismétlődnek meg ezek. Ezeket nevezik Blue Moon-nak egyébként angolul. Igen. Vigyázzatok magatokra! Kevesebbet fogok a nyáron jelentkezni, mert egész egyszerűen tényleg pihenni szeretnék, de ez nem azt jelenti, hogy nem fogok azért nektek különböző dolgokat elkészíteni. Köszönöm a jó kívánságokat, ti is nyaraljatok nagyon jól. Ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, küldje bizbaszokat mindenfélét oda alá, mert minél több az interakció, annál jobban felszippantja az algoritmus. És nagyon köszönöm, hogy ezt megteszitek, és ne köptek egy velem, ha nem tetszett, sétálj el, semmi gond, nem kell haragudnunk egymásra, én nem fogok megváltozni, se a világnézetemben, se az asztrológiai szemléletemben, de ha itt vagy, és szereted, nagyon örülök neked, és továbbra is tanítani foglak. Köszönöm, sziasztok!